diploma után, amikor 4-0 lehetett úsztam, tudtam, hogy ez egyetlen esélyem van. Szerettem egész évben úgy volt, hogy 22-100-est úszom, de ott döntöttem úgy, hogy az érem miatt ezt meg kell lépnem, hogy nehogy hibázzak reggel. Ez az nagyon fontos volt, mert azért bennem volt a tavaly, hogy Ákos kicsit jobbat várt tőlem, meg lehet, hogy tudok is jobbat, de szerintem így ilyen nyomás alatt azért tavaly után úgy gondolom, hogy ez majdnem maximális teljesítmény volt. 300-nál már tudtam, hogy támadni nem fog tudni, úgyhogy onnantól már visszafelé néztem, hogy ez is meglegyen. Nem volt esélyem az. Hát ez az ezüst, ez nagyon szép. Persze. Örülök neki, úgyhogy nem. Tényleg ma jobb volt nálam, azért már szerdán lehetett tudni a 200 vegyes után, hogy arra nem biztos, hogy lesz esélyem, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég nagy neveket győztem, nem meg 8-3 az utolsó két VB arany, olimpiai bronz. Hát, ma erre volt elég tényleg. De azért, amikor Rióból hazajöttem, azért kaptam ideget, meleget, hogy képzelem ezt, meg hazaáruló vagyok, meg ugye ez már... Már nem először voltam az áruló, már ez 10 éves elkezdődött. Nem azért utaztam ki Rióba, hogy 12. legyek, és 200-es azért nem úsztam, mert úgy gondoltam, hogy akkor az biztos, hogy a karrierem békét jelenti. És hogy most egy kis bizonyíték arra, hogy ott jól döntöttem, annak ellenére, hogy hát azért nem szívesen nyitottam ki az internetet, hogy miket mondanak róla. Ugye nagyon sokan szurkoltak nekem, ugye ez a tavaly után kicsit meglepő, hogy de nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen helyzetben tudtam teljesíteni. Utána beértetek a célba, hogy érted meg azokat a pillanatokat, látszik, hogy körbe mentél. Ezt már megérdemelte mindenki, hogy tényleg segítettek nekem végig 400 méter alatt. De tényleg, ha ez nem itthon van, akkor 7. vagyok. Jól látom, minden nagy könnyek vannak a szemedben? Nem, ma nincsenek. Öröm könnyek? Nem, az sincs. Örülök, hogy nem érem nélkül megyek haza, mert nagyon féltem 7 napig, hogy 4. vagy 5. leszek, és nagyon csalódott lettem volna.